két csapat novemberi győri meccsén csak egy hajszál választotta el a hazaiakat második Euroliga győzelmüktől. A 18 pontos Hollingsworth vezette Uniceát ugyanis az utolsó percig vezetett a csehek ellen, ám a hajrában fordítottak Lubor Blazsek tanítványai, és végül 75-71-re győztek. A szerdai csehországi összecsapásnak is épp a megfelelő koncentráció lehet a kulcsa. Egészen pontosan az, hogy végig tudnak-e összpontosítani a győriek. Ha igen, akkor könnyen megeshet, hogy meg tudják szerezni negyedik győzelmüket az Euroligában. Ráadásul éppen Edita Sulyanova korábbi együttese ellen, akinek ezért különösen pikáns lehet a találkozó. Jó előjel lehet a meccsre, hogy az Euroliga újonc az előző fordulóban 20 ponttal verte a litván Kaunast, ahol Hollingsworth és Sziglár is dupla-duplát jegyzett. Ráadásul utóbbit 32 dobott pontjával a forduló MVP-jének, azaz legértékesebb játékosának választották. A horvát irányítónak ez minden bizonnyal plusz motivációt jelent majd, de nem kell félteni a csapattársakat sem, akiknek az újabb diadal és a visszavágás lehetősége lebeghet a szemük előtt szerdán este.